Sziasztok! Ismét egy kérdezz-felelek témát hoztam nektek, ami pedig így szól, hogy maximalizmusból, megfelelési kényszerből hogyan tudok kigyógyulni, neked hogyan sikerült. Instagramon szoktam egy 24 órás kérdezz-feleleket csinálni, és ez a kérdés időről időre fölmerül egyébként, vagy azért, mert maximalista valaki, és úgy érzi, hogy megkeseredett emiatt az élete, vagy azért, mert egyszerűen nem tudja a saját életét élni, és minden áron meg szeretne felelni a külvilágnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez megér annyit, hogy egy pár percet beszéljek nektek erről, tartsatok velem a videóban. Azt gondolom, hogy abszolút kompetens vagyok a maximalizmus kérdésében, hiszen ex-maximalistaként én is nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy olyan tudom ezt az egészet letenni, és nagyon nehezen sikerült. Megmondom őszintén, hogy egészen körülbelül 34 éves koromig éltem így az életemet, hogy nagyon-nagyon magasra tettem a mércét, csak a 120% volt elég, rengeteget követeltem más emberektől, akikkel együtt dolgoztam, vagy akár együtt működtem, vagy akár együtt éltem párkapcsolatban és magánéletben egyaránt, és természetesen soha nem voltam elégedett. Tehát erre kellett, hogy rájöjjek, hogy egy maximalista ember az igazából soha nem lesz boldog, soha nem lesz elégedett, és nem fogja egyensúlyban, harmóniában érezni saját magát, hiszen semmi nem elég, és magával még szigorúbb, mint a külvilággal, éppen ezért legtöbbször egy folyamatos szélmalomharcot vívva élik az életüket a maximalista, a perfekcionista emberek, viszont nem érzik azt, hogy helyükön vannak, nem érzik azt, hogy igazán szeretik őket és elfogadják őket, sőt, ettől teszik függővé, a saját teljesítményüktől teszik függővé azt, hogy ők mennyire szerethetőek, de mivel úgy érzik, hogy soha nem teljesítenek eléggé jól, és mindig lehetne még rárakni egy lapáttal, ezért ők igazából nem is szerethetőek. Tehát gyakorlatilag bármennyire is tűnik vonzónak az, és ezt oly sokszor hallom, hogy a maximalista emberek milyen magasra tudnak törni, hogy ők mennyire profik. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy átok, mint egy áldás, legalábbis az én életemben mindenképpen ez volt. És a klienseim tapasztalata alapján is, amikről beszámoltak, azt mondták, hogy akkor kezdték érezni azt, hogy a helyükön vannak, amikor egy picit tudtak lazítani. Amire én rájöttem egyébként, hogy alapvetően a maximalista ember, és én is így voltam vele, önbizalom hiánnyal küzd. Tehát nekem se volt kellő önbizalmam, és azt éreztem, hogy akkor vagyok igazán értékes, hogyha rendkívüli teljesítményt nyújtok, és csak annak volt igazán nagy értéke az életemben, ami valami nagyon nagy teljesítménnyel járt, nagyon nagy szenvedéssel járt, nagyon nagy lemondással járt, nagyon nagy küzdelemmel járt. Tehát valahogy mindig ahhoz kapcsoltam az igazi sikert, vagy az igazi bőséget és gazdagságot, hogy bele kell halni abba a dologba is. Csak akkor érdemli meg az ember a pénzt, csak akkor érdemli meg a csillogást, a sikert, a javakat, hogyha tényleg az van, hogy vért izzadva küzd, és megy előre, és elbukik, és föláll, és ilyen hősi halottként a célba valahogy bekúszik, és akkor azt mondja, hogy igen, igen, ez sikerült, és megveregetem a saját vállamat. És rájöttem, hogy igazából ezért nem tudtam túllépni bizonyos határokon üzletileg sem abban az időben, mert mindig ahhoz kötöttem, hogy a normális pénzért, a normális elismerésért kőkeményen meg kell dolgozni, és meg kell szenvedni. És emiatt nagyon sokat szenvedtem, és ez a szenvedés, amit magamnak hoztam egyébként az életembe, beárnyékolta a sikert, és beárnyékolta a boldogságot, hiszen már annyira elfáradtam a sok szenvedésbe, meg ebbe a kényszeredett harcba, hogy mire ott volt a győzelem, és beestem azon a bizonyos célszalagon, akkor már nem is tudtam értékelni, csak pihenni akartam, és úristen, de jó, hogy túl vagyok ezen az egészen. Nekem úgy sikerült ettől megszabadulnom, egy nagyon komoly választópont volt az életemben, és megmondom nektek őszintén, hogyha igazán a szívemre teszem a kezem, nem vagyok benne biztos, hogy sikerült volna leszámolnom a maximalizmusot, hogyha nem születik egy gyermekem. Hiszen amikor várandós lettem, akkor láttam ezt tisztán, hogy én nem szeretném ezt tovább örökíteni a gyereknek. Én nem szeretnék maximalista anya lenni. Nem szeretnék ilyen nyomást tenni a gyerekemre, hogy csak a tökéletes a jó. A négyes az nem jó, csak az ötös, és te legyél az osztály első, és te legyél mindenben a legjobb, és te legyél a legszebb, és a legokosabb, és a legcsinosabb, és a leglegleg, mert tudom, hogy ezzel a saját gyerekemet nyomorítanám meg, és lehet, hogy az egyik oldalon nagy teljesítményekre lenne képes, mert úgymond kisajtolnám belőle, de egy olyan dolgot örökítenék tovább, amit gyakorlatilag boldogtalanságra kárhoztatom a gyerekemet, és ekkor kezdtem el nagyon keményen dolgozni ezen, és az anyaság nekem hozott ebben egy borzasztó nagy választópontot. Az, hogy el tudtam engedni, és rugalmas édesanya tudtam lenni, megkönnyítette a saját életemet, és a család életét is, és a gyermekem életét is,
hiszen most már úgy szoktam mondani, hogy bőven elég a 80% a legtöbb dologban, és nagyon sokszor kerestem is ezeket a kihívásokat, amik gyakoroltam, hogy valamit ne csináljak meg tökéletesre. Ez viccesen hangzik egyébként, de higgyétek el, hogy nagyon jól működik, hiszen hogyan tudok változtatni? Először is olyan kihívásokat kell magam elé állítani, ami nem abba az irányba megy, ami irányba eddig mentem, hiszen akkor nyilván a változás nem fog megtörténni. Tehát amikor mondjuk egy edzésre elmentem, akkor nem volt az a célom, hogy 60 percig a tökéletes pulzus tartományban edzek, elég volt csak 45 percig mondjuk. Vagy amikor volt olyan, hogy például régen azért nem mentem el egy edzőterembe edzeni aznap, amikor be volt írva, hogy el kell menjek, mert tudtam azt, hogy csak 35 percen van edzeni, egy órán nincsen, és nekem már pedig az edzés az egy óra volt. És most például úgy vagyok vele, hogyha csak fél órán van edzeni, ugyanúgy elmegyek fél órára, vagy ha csak ilyen vagy olyan ételt van, lelki erőm, kedvem, időm főzni, akkor nem baj, az is több, mint a semmi. Hát elengedtem ezt a fajta törekvést, és azóta az életem így elindult fölfelé, nem csak egyébként üzleti szempontból, hanem sokkal több boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus emberi kapcsolatom van, ami a szeretetre épül, és nem a félelemre. Ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy a maximalista emberektől, főleg, hogyha vezető pozícióban vannak, vagy akár egy csapatot irányítanak, más embereket, vagy akár vállalkozóként dolgoznak, általában félnek a partnerek és az alkalmazottak, vagy akár a családtagok. Félnek attól, hogy nehogy hibázzak, mert akkor majd nagyon kikapok, nem akarok csalódást okozni, félnek attól, hogy nehogy valamit ne úgy csináljak meg, ahogy azt elvárják tőlem, és bár lehet, hogy félnek tőlünk, és valószínűleg tisztelnek is minket, de semmiképpen nem szeretnek. És egyébként az a pont, amikor az emberek önmaguk lehetnek egy ex-maximalista társaságában, az a pont az, amikor már el tud kezdeni szeretetre épülni egy kapcsolat, és amellett még megmaradt persze a tisztelet, de pont a félelem tűnik el gyakorlatilag ebből az emberi kapcsolatból, ami egy nagyon rossz tanácsadó, egy nagyon rossz energia, egy nagyon lehúzó dolog, hiszen senki ne azért akarjon velem lenni, vagy azért akarjon valamit megcsinálni, vagy éppen nem csinálni, mert retteg tőlem, mert fél tőlem. Szóval a saját önértékelésünket azt gondolom, hogy mindenképpen úgy tudjuk fejleszteni, hogy ne attól tegyük függővé, hogy milyen teljesítmény nyújtunk nap mint nap, mi az, amit leteszünk az asztalra nap mint nap. Viszont tűzzünk ki célokat, hiszen pont ezek az apró pici célok azok, amik tovább visznek, amit hogyha elérünk, akkor meg tudjuk veregetni a saját vállunkat, feltéve, hogyha tényleg megállunk egy percre is megveregetjük a saját vállunkat, nem csak átsuhanunk a célvonalon, és már robogunk is tovább, és azt mondjuk, hogy na, ezt tök jól megcsináltam, és ezáltal nyilván az önbizalmam is tud növekedni. De ne felejtsük el, hogy az igazi erő, az igazi önbecsülés és az igazi önértékelés az soha nem a teljesítményből fakad, sokkal inkább az önmagunkba vetett hitből, és abból a tudatból, hogy igenis akármit is csinálunk, mi értékesek vagyunk valamilyen szempontból. Remélem tudtam segíteni ezekkel a gondolatokkal, ha tetszett, tarts velem a következő videóban is!